támasztókavics, illetve egy zöld homok és egy zeolit természetes szűrő rétegek vannak belehelyezve. Ezek végzik el a ivóvíznek a mechanikai szűrését. Háromféle töltettel ellátott tartályok szűrik azt a vizet, amelyet Gyulán és Eleken isznak. A gyulai kettes vízműtelep kulcs szerepet játszik abban, hogy a megfelelő minőségű folyadék eljusson az emberekhez. Megfújt új kutak vize beérkezik ide, ahol jelenleg is vagyunk, ez a gyulai kettes számú vízműtelepünk. Itt a vizet feladjuk a technológiára. A megtisztított vizet, a technológia megtisztított vizet külön tározó medencékben helyezzük el, és a nyers vízzel megfelelő arányba keverve juttatjuk el az elosztó hálózatba. A 2,1 milliárd forintos program kedd délelőtti záró eseményén Pluhár László, Elek polgármestere a vízkincs megőrzésének fontossága mellett a két város közel két évtizedre visszanyúló kapcsolatát és a közös felelősség jelentőségét emelte ki. Az első kútcsoport az több mint 20 évvel ezelőtt készült el Elek délen, a volt téglagyárra szemben lévő területen. Akkor már az elődeink fölismerték azt, hogy a vízkincs az egy nagyon fontos és egy nagyon értékes dolog, és a mi feladatunk, a városvezetők, az ország feladata, a vezetők feladata, hogy alapvetően gondoskodjanak a lakosság jó minőségű ivóvízellátásáról. Ez a felelősség vezérelt bennünket. A kivitelezők 6 új kutat fúrtak Eleken, emellett több korábban már működő kutat felújítottak. Összesen nem kevesebb, mint 13,5 kilométernyi vezetéket építettek. Gyulára 2 darab, 3000 köbméter per napos víztisztító berendezést telepítettek. Görgényi Ernő gyulai polgármester kiemelte, az új kutak jól vizsgáznak, teljesítik az elvárásokat. Más településeken úgy gondolták, hogy erre a megoldás az lehet, hogyha külföldről, Arad mellől, ottani vízbázisokból kinyert vizet vezetnek át Magyarországra, és ezzel látják el a békésmegyei polgárokat. Mi azonban Elekkel együtt úgy gondoltuk, hogy elegendő az, hogyha az elektromos energia egy részét, a gáznak a nagy részét, nyersanyagok és ásványkincsek jelentős részét kénytelen hazánk külföldről beszerezni, ezzel bizonyos módon kiszolgáltatottá is válva más államoknak és más gazdasági erőknek, miért hoznánk még a vizet is külföldről. Kovács József országgyűlési képviselő az egészséges ivóvíz egyre nagyobb jelentőségéről, annak felértékelődéséről beszélt. Már 1948-ban az Európa Tanács Strasbourgban egy európai vízügyi chartát hozott létre 12 pontból, amelyet itt nem fogok természetesen felolvasni, amelyben a víz és az egészséges ivóvíznek a fontosságára hívták fel a figyelmet, mert hát ugye úgy kezdődik többek között, hogy víz nélkül nincs élet. Az ivóvíz minőségjavító programot alapvetően azért valósították meg, mert az EU csatlakozásnál Magyarország vállalta, hogy megfelel a közösségi normarendszernek. Ott pedig több más adat mellett a víz arzén tartalmának 10 mikrogram per liter alatt kell lennie.